Tamás hétvégén a Debrecent fogadjuk, akikkel ellen idegenben 3-3-as döntetlent játszottunk nagyon izgalmas mérkőzésen. Mit gondolsz, mi kell ahhoz, hogy itthon tartsuk a 3 pontot? Igen, sokan azt mondják, hogy az ősz legjobb mérkőzése volt a bajnokságban, a debreceni mérkőzésünk. Ugye a semleges szurkolók biztos, hogy nagyon jól szórakoztak azon a mérkőzésen. Sokkal jobban összpontosítanunk kell, mint Debrecenbe tettük, hogyha itthon akarjuk tartani 3 pontot, hiszen a Lokai nagyon veszélyes csapat, nagyon jó kontrázik, nagyon jó pontrugásaik vannak, úgyhogy szerintem az egyik legjobb játékot játssza az NBA-ben. Ugye közeleg a téli szünet, és a tabellán a 2. és a 8. hely között nagyon-nagyon kicsi a különbség. Mit gondolsz, mennyire fontos lélektanilag a csapat számára, hogy hol fogunk telelni? Nagyon fontos, hiszen azért egész évben itt voltunk a 3., 4., 1-2 az 5. helyen, úgyhogy szeretnénk ezt a pozíciót megtartani, és tényleg lőtávon maradni, hogy dobogóra fel tudjunk majd állni.